Az ókorban a római települést Arrabónának hívták. Szent István 1001-ben hozta létre az egyházmegyét, melynek a település 1009-ben lett a központja. Ekkor készült el a székesegyház is. A város a török háborúk idején Bécs egyik utolsó védőbástyája volt, ezért felbecsülhetetlen katonai jelentőséggel bírt. Győrrel este 1594-ben a 15 éves háború egyik legmegdöbbentőbb eseménye volt. A török a Dunai kapu feletti toronyra egy vaskakast tettek, kijelentve, hogy akkor lesz a magyarokké Győr ismét, amikor az megszólal. 1598-ban Pálffy Miklós, gróf Adolfon Schwarzenberg tábornokkal rajtaütöttek a várvédőkön és visszafoglalták a várat. Ezután sorba foglalták el a Dunántúli fontos a városokat, köztük Tatát, Veszprémet, Várpalotát, Nagyvázsont, majd a német-római birodalmi csapatokkal megerősítve Buda ostromára indultak. június 14-én a magyar nemesi felkelők csatát vesztettek a túlerőben lévő és jóval képzettebb Napóleon vezette francia csapatok ellen. Maga Napóleon is eltöltötte éjszakát a városban. 1743-ban Mária Terézia királyné megerősítette a város szabad királyi város rangját. 1718-ban Jezsuita Akadémiát hoztak létre, amely filozófia és jogi képzést kínált. Királyi Akadémiáját 1776-ban alapították. Itt tanult többek között Deák Ferenc is. A 19. században a textil és gépipar fejlődött legtöbbet a környéken, ez az iparág napjainkban is igen jelentős. A város helyzete fontos kereskedelmi központ kialakulását tette lehetővé. Győr a Dunamenti ipari centrumokká fejlődős kereskedővárosok sorába tartozik, európai viszonylatban rokonai Linz és Regensburg. A Szent István úton érkezünk a városba. Balra láthatjuk a neobarokk stílusban épült győri városházát, az oratoronnyal, amelyet 1900-ban adtak át. Győr már a Dunamenti ipari centrummal fejlődött jelentős kereskedővárosok sorába tartozik, európai viszonylatban rokonai Linz és Regensburg. We'll be right back.
belvárosban a Rába partján találunk parkolóhelyet. A város a Kisalföld keleti felében, a Mozsony-Duna mellett, a Rába és a Rábca torkolatánál méltán viseli a folyók városa elnevezést. A mai Széchenyi tér évszázadok óta a város közigazgatási központja, piacok helyszíne, illetve boszorkányégetéseknek, nyilvános megszégyenítéseknek, kivégzéseknek is helyszínül szolgált. A török időkben földalatti börtön volt a téren, később itt állt a pellengér, és a mai apátúrház előtt volt a nemes emberek kivégzőhelye. ...1710-ben itt volt az utolsó boszorkányégetés. 1714-ben pedig itt fejezték le Géczi Juliannát, a lőcsei fehérasszonyt. Győr a 18. század közepéig mezőváros volt. A város ma is látható barokk főterét jórészt 17-18. Századi épületek keretezik. Vastuskos ház nevét a sarokkerkei alatt felállított fatuskorról kapta, melyben a legenda szerint a Győrbe megforduló iparos tegények egyes szöget vertek. A Király utca sarkán áll a patinás Eszterházi palota, amely a 18. században nyert el mai formáját. A város főterének legszebb épülete a jezsuiták által az 1600-as évek derekán emelt Loyolai Szent Ignác Bencés templom, rendház és a gimnázium épület együttese. Ez a máig fennmaradt, legkorábbi barokk stílusban épült templomunk, egyben az olaszos korabarokk építészet egyik legszebb példája. A templom fő elrendezése a típusteremtő római Ilgesztu templom mintáját követi, és a bécsi jezsuita templomhoz hasonló. A főhajó mennyezetén az angyal üdvözlet látható, amely 1747-ben készült. A monumentális oltárkép Loyolai Szent Ignác megdicsülését ábrázolja. A szentély mennyezetén Szent Ignác lelkének mennybevitele látható. Az ívmezőkben a négy nagy ótestamentumi próféta, Jeremiás, Ezekiel, Izájás és Dániel élénk gesztusú figurái helyezkednek el.
A hajó két oldalán kápolnafülkék találhatók egy-egy oltárral. A megváltón kápolnájú oltárképe a lepantói csatát ábrázolja 1571. Az óromképen, Mária trónnal a felhőkön, az előtében várostrom és imádkozó vitéz, valószínűleg Loyolai Szent Ignác alakjával. A Szent Benedek kápolna, Magyar Szentek oltára képének bal oldalán Szent Gellért és Szent Adalbert a patronna Hungárié képével és nevével díszített ovális pajzsot tart maga elé, a törökök seregének nyilait felfogandó. Jobbra Szent László és a liliumot tartó Szent Imre látható, akik az előzőekhez hasonlóan pajzsot tartanak maguk előtt. Nagyasszony kápolnájában a Szent István oltár találhatjuk, melynek oltárképén Szent István korona felajánlása látható. A missziós kápolna Szent Pál oltárának képe Saul megtérését ábrázolja. A kápolna felújításakor egy az 1600-as évek végén készült freskót találtak, amely Szavéri Szent Ferencet ábrázolja, amint egy ágyba fekvő beteget gyógyít. Az őrangyalok kápolnája Szent Rozália oltárképén ismeretlen olasz mesterműve Rozália megdicsőülését örökítette meg. A vértanúk kápolnájának Szent György oltárán manierista stílusú ábrázolásban fehér lovon sárkányölő Szent Györgyöt láthatjuk. Mária oszlopot Buda töröktől való visszafoglalása után hálaadásként 1686-ban emeltette az akkori győri püspök. Nem elszáll a templomtól a két híres tudós bencés, Jeddi Kányos és Szuszor Gergely szobra. Győr megőrizve és továbbfejlesztve történelmi, kulturális, tudományos és oktatási hagyományait a színházzal, önálló balettársulattal, filharmonikus zenekarral, múzeumokkal és három egyetemmel is büszkélkedhet.